Reketje Gábor vagyok, a Bécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának professzora. Egyben félállású kinevezett professzora Szegedi Tudományegyetem. Villányban születtem 1944-ben. Ott kezdtem el általános iskoláimat, de szüleimet kulákká nyilvánították, ezért ők elköltöztek, én nem tudtam velük menni, nagyszüleimnél maradtam. Később követtem őket, és Pécset fejeztem be az általános iskolát, majd egészen furcsa módon német tannyelvi gimnáziumot végeztem. Pécset. Ez azt jelenti, hogy a nyelveket szeretem, a szüleim kétkezi munkások voltak, de azért ők azt gondolták, hogy a lány nyelv annyi ember. A középiskola után a Közgazdaságtudományi Egyetemre, akkor úgy hívták, hogy Marsz Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, jelentkeztem, és felvettek. Ott végeztem 1967-ben, és az első munkahelyem a Pécsi Kesztyűgyár lett. Az életpályám első szakaszában, talán árszpolitikának mondhatom, hogy 5 évente változtattam munkahelyet. Ugye mondtam, hogy külkereskedelmi szakon végeztem, a nyelvek miatt ez fontos. A Pécsi Kesztyűgyárba kezdtem dolgozni, aztán 1968-as új mechanizmus nem teljesedett be, és nem kapta meg az önálló exportjogot a cég, és akkor alakult meg Pécset a Közgazdaságtudományi Egyetem kijelzett nappali tagozata, ahonnan átmentem. Ott is 5 évet dolgoztam, és aztán kezdett rutinszerűvé válni a dolog, és kaptam egy meghívást Budapestre egy nagy külkereskedelmi vállalathoz, hogy jöjjek el főosztályvezetőnek. Eljöttem. Itt is 5 évet töltöttem, ami megint rutinná vált, kicsit unalmassá vált, és akkor már a demokrácia kezdődött, most már a 80-as évekbe tartunk, és megpályáztam egy külföldi állást, ami a Zöld Újságban jelent meg. Ugyan nem nyertem meg, de később megkaptam, és én lettem a Magyar Kereskedelmi Kilendeltség vezetője Japánban, Tokióban. Ott töltöttünk 5 évet, és aztán hazatérve visszamentem az egyetemre. Hogy miért mentem vissza az egyetemre, pont akkor, amikor a rendszerváltás után vagyunk már, és állások tömegével lettek meg engem, akkor erre azt válaszolom, hogy azért, mert édesanyám egyedül élt Pécset, és ott voltak a barátaim, ott voltak az ismerőseim, és úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt, és azóta, tehát 1989 óta, mostanáig a Pécsi Tudományi Egyetemen dolgozom, először docensként, majd 95-től egyetemi professzorként. Voltam a kar dékánja, 16 évig vezettem a marketing tanszéket, és hogyha a kérdés az lenne, hogy melyik volt életem legfontosabb időszaka, akkor talán kettőt emelhetnék ki. A japán tartózkodás, a tokiói tartózkodás 5 éve, hiszen nagyon sok mindent csináltam a magyar vegyes vállalatok, magyar-japán vegyes vállalatok, akkor alakultak a Suzuki, hosszú ideig dolgoztam. Tehát ez az egyik időszak, japánok nagyon szerettek, nem tudom miért. Mison bizonyítja ezt jobban, mint például édesapám 86-ban halt meg, és Pécsett a temetőben a 9 legnagyobb japán vállalat, a legkisebbnek a forgalma is nagyobb, mint a magyar GDP volt, mindegyiknek ott volt a koszorúja a temetőben. Tehát szerettek nagyon, de ez az egyik meghatározó időszak, a másik pedig az egyetemen, amikor dékán voltam rögtön a rendszerváltás után, és amikor egy egész új pályára próbáltam irányítani, vezetni a kart, és az üzemes sikeres volt. Nézze, egy professzort mindig a tudományos munka, a kutatása és a publikációk minősítenek egy egyetemen. Én a marketing területén vagyok professzor, és talán büszkén mondhatom azt, hogy az elsők között voltam, akik elkezdték a marketinget oktatni még a 70-es években, akkor, amikor még ez a szó nem is volt igazán elfogadott, más szavakat hívtunk, áruforgalmi szervezés, meg különböző szavak alatt oktattuk, de már 1973-tól marketinget oktattam. Később pedig marketing területén publikáltam, nagyon sok könyvem jelent meg, és hogyha a sikerekről beszélünk, akkor azt is elmondhatom, hogy az utóbbi
6 évben én vagyok a Marketing Tudományi Bizottság, az akkor Magyar Tudományos Akadémián belül működő Marketing Tudományi Bizottság elnöke. Ugye egy szükség van arra, hogy a marketinget jobban megismerjék az emberek, meg az oktatók, meg a hallgatók, mert még mindig nagyon sok tévképzet van marketingről, vagy él a marketingről az emberekben, még azokban is, akik csinálják. Úgyhogy ezeket szeretnénk kigyomlálni, és azt hiszem, hogy könyveimmel van, vagy 12-13 önálló könyve, meg egy csomó könyvfejezet. Talán sikerrel hozzájárultam ahhoz, egy kicsit tisztában lássanak az emberek a marketing területén. Például a legutolsó könyvem az idén jelent meg 2011 áprilisában az árazásról. Ez furcsán hangzik, ugye, de az árazás is a marketing részét képezi, mégpedig nem matematikai egyenletekkel, abból a szakemberek, még a vállalati szakemberek se értenek meg egy szót sem, hanem úgy, hogy olvasható legyen, megérthető legyen, sőt, alkalmazható is legyen. Ez a könyv most jött ki, én azt hiszem, hogy ez egy sikeres könyv, és erre az ember mindig büszke lehet. Az előző könyvem, ami 2009-ben jelent meg, szintén az akadémiai kiadónál, és szintén a marketing másik vetületéről szól, az pedig elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia NIVO díját, ami egészen ritka, hogy egy ilyen soft tudomány, mint a marketing, egy akadémián belül, ami erősen természettudomány orientáltságú, egy akadémián belül eljusson oda, hogy NIVO díjat kapjon. Ez egy társszerzős könyv, Petesi Erzsébettel közösen írtuk, Kínálatmenedzsment a címe. Az ember végig gondolja életét, és akkor felmerül a kérdés, hogy milyen elvek vezérelték az életnek, meg milyen tevékenységek, milyen környezet. Én azt hiszem, hogy talán 4 dolgot emelhetnék ki, ami az életemben fontos volt. Talán nem fontossági sorrendben. 1 a idegen nyelvek, 2 a sport, 3 a logikus gondolkozás, és 4 a család. A nyelvekről már beszéltem, a sportról talán annyit, hogy gyerekkorom óta teniszezem, és ez az a sport, ami végigkísért az életem során, most is játszomnék. Voltam NB1-es is a Beacban, és például Japánban ez annyira segített engem a pályám során, hogy mindenkit megismertem. Mert részt vettem a japán bajnokságokon, mármint a amatőr bajnokságon természetesen, és még a televízióban is szerepeltem, mint teniszező. Mint diplomata, vagy mint kereskedelmi diplomata, sohasem kerülhettem volna a televízió képernyője elé Japánban. És ez a sport végig kísért az élet folyamán, baráti társaságok, utazások, stb. A másik, amit mondtam, a logika. Úgy gondolom, hogy én eléggé pragmatikus, gyakorlatorientált ember vagyok, és úgy gondolom, hogy a dolgok mindig a logika mentén megoldhatók. Ez nagyon fontos. De ennél sokkal fontosabb a család. Egy családi kör, amiben él az ember, ahonnan jött, a szülők, akik sajnos már nincsenek, de a mostani családom is, a feleségemmel, Krisztinával, 12 éve vagyunk együtt, ha jól emlékszem, és 2 fiam van, Gábor és Balázs. A Balázs már megnősült, és van egy 7 éves unokám. Ezek vagyunk mi így együtt. Gábor fiam még nem nősült meg. Hát remélem nem sokára megnősült. Az egyike barátnői közül egyet kiválaszt, és megnősült, és akkor teljes lesz a család. Ezek így együtt ilyen fontosak és meghatározóak az ember életében. Sokkal fontosabbak, mint akár az anyagi siker.